24 órányi gyógyítást követően állt kamerán kelé Simon János, a Balassa János Kórház sürgősségi osztályának vezetője. Azt mondta, számarányában nem volt több beteg, mint egy átlagos napon, ám akiket hoztak, nagy számban a meleggel összefüggő problémák miatt kerültek a kórházba. Az esetek jelentős része az volt, hogy gyakorlatilag az ájulás, illetve az eszméletvesztésig vezetett ez a meleghatás, úgyhogy a beteg észre nem is csinált semmit ellene, hogy ő ezt bármi javulás legyen. Úgyhogy a mentő, mint eszméletvesztést szállította hozzánk az esetek nagy részében. 15-16 eset volt, a többségükben a 70-80 éves korosztályt érintette. Pedig a meleg negatív hatása ellen kis odafigyeléssel megfelelően lehet védekezni. Inni, 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 ez a legfontosabb. Hogyha érzi az ember, hogy egy kicsit úgy elgyengül, hogy kicsit úgy jó lenne leülni, ha a verítékezés az olyan fokú, hogy már gyakorlatilag egy pillanatra sem marad abba, akkor abba kéne hagyni, akármit is csinálunk. Az előrejelzés a hétvégére további kánikulát ígér. Így aki a vízpartot választja, keresse az árnyékos helyeket, akinek pedig a munkajutosztály részül ne felejtje el a vizet a keze ügyében tartani.